Földünkön valamikor nagy egyetértés uralkodott az emberiség és a vadonállatai között. Egyik sem veszélyeztette a másik jövőjét. Sajnos ez a boldog helyzet mára megváltozott. Nincs a földünkön olyan hely, ahol az állatvilág százait ne fenyegetné a kihalás veszélye. Az egyre szaporodó emberiség gátlástalan romlottságának eredményeként. Földünk legértékesebb kincseinek kiaknázása aggasztó méreteket ölt. E kis trió, Tomi, Ora és Pufóka célul tűzte ki. Pufóka, viselkedj! Szóval a trió, Tomi, Ora és Pufóka örködnek a föld még fennmaradt vadon élő állatai felett, és így azok soha nem fognak kihalni. A kalandjai. Válasz az ultrahang hívásra. Tomi valóban nagy bajban van. Csapdába került 20 lábnyira a jég alá, Grefájt titkos barlangjába. Ora erről mit sem sejt. Tomi egyetlen reménysége Pufóka. De vajon megtalálja el Tomit? Nézzük! Tomi! Itt vagy? Tomi! Működik-e? Jó! Az ultrahang messze elhallik az óceánba. Segítségünkre siet. Talán föl kéne fújni. Megérkeztünk! Megtaláltuk! Majdnem a tengernél vagyunk! Igen! Senkit se látok! Kell lenni egy másik kijáratnak is! Nincs! És csónak nélkül nem is juthat ki!
ha csak nem ugrod be a tengerbe. De rohideg. Elmehettünk mellette. Elbújt, vagy talán más irányba ment. Még egyszer át kell fésülni az utat, vagy inkább bekapcsolni a riasztót. Grefajt nem lesz boldog. Gyere! Hello! Itt az egyes állomás beszél. Na igen? Most értünk a tengerhez. Figyelmeztes Grefajtot, a kölyök eltűnt. Ez lehetetlen, ti hülyék, nem mehetett ki a barlangot. Ez teljesen biztos! Menjünk! Jó. Mindenki figyeljen, Triadó! Mindenki jöjjön le és fogja el a kölyköt! Mi történt? Pufóka! Pufóka! Ha ő itt van, a gyerek sincs messze! Kövessük! Hé! Pufóka! Pufóka, jól vagy? Hogy találtál meg? Most aztán megvágyom! Segítség, nem tudok úszni! Ezt se tudsz, te barom! Menj ki a partra és fogd meg a fókát! A gyerekre majd vigyázok! Fóka, erre! Szembe megyünk. Megint a vadászokba fogunk botlani. Áj, örült vagy! Ez itt jég, fia! Siessünk, nem mehet össze! Hát itt van! És hol a kölyök? Látnod kellett, nem mehetett el! Kövessük a fókát! Egy fókát? Nem vagyok én állakidó már! Ez pufóka, a nyakörvvel. Pufóka, nyakörvvel. Nyakörv vagy nem nyakörv? Nekünk a kölyökkel! Köszönet, pufóka, fantasztikus voltál. Nem gondoltam volna soha. Ez az én... Acsi! Pedig már megvolt, ha? Fog meg! Már megint ennyi, csak menni, csak velem történhet meg! Gyerünk gyorsan, kapjuk el azt a kis taknyust! Megmondjuk Refajtnak, hogy megvan. Semmit sem tudtok jól elintézni, fiúk! Én nagyon tudok ütni, felnök! Na álljatok fel, öltözzetek fel, és induljatok! Hurrá! Kijutottunk a barlangból! Bravo, pufóka! Megmentettél minket! Menjünk vissza a partra! Grefajt biztosan megpróbál utolérni csónakkal. A jégen könnyen elmenekülünk előle. Most nem menekülhettek! Fogjaim vagytok! Grefajt!
Mutat a fókáznak, hogy nyugodtan tolhatja! Tami, mondd neki, álljon meg! Jaj, mi a? Keres a főnök! Ó, te vagy az? Jaj! A balon fóka az! Ott van! Ott van, fogjátok meg! Nem talál! Nem talál! Vigyázz a csónakra! Óvatosan! Nézzetek oda, az idióták! Tök akarják tenni a csónakot! Biztos csodálkozni fog, ha elmeséljük, mi történt. Tami! Pufóka! Hol voltatok? Óra! Sosem fogod kitalálni! Pufóka! Ajándék neked! Nézd! Egy ultrahangos síp! Itt Tami mindig hívni tud téged, függetlenül attól, hogy hol van. Nézd, csak meg kell fújnia, ígyni! Ezúttal Grafájt megérte, hogy Pufóka is ellenféllé vált. Vajon abba hagyja ezek után a bébi fókák üldözését? Ez kiderül a következő epizódból. Magyar hangok. Bartucz Attila, Hámori Eszter, Faragó József, Pap János, Beregi Péter, Halmágyi Sándor, Rudas István, Bácskai János, Breyer László. Narrátor Koroknai Géza. Hangmérnök Legenyei Pintér Géza. Gyártásvezető Legenyei Pintér Klaudia. Szinkronrendező Győrvári Judit.